finisce la back veduto nome para rapapara rapara sceva la papeva rapapara rapapara rapara. Szegedre érkezett az X-Faktor 3 győztese, akik a Rádió 88 vendégei voltak a mai reggelen, és hát tényleg nagyon reggel volt. Nem tudom, tudtátok-e egyébként, hogy melyik térre jöttetek? Gyorsan körülnéztünk, de nem. Elmondanám nektek, hogy a Lófaránál volt a mai szereplésetek. A Lófar az megvan. De hogy Lófar a tér a neve, vagy mi? Nem, egyébként nem. Csak ugye Lófar, és ez lehet, hogy önmagában nem hangzik túl biztatóan. Viszont Dóra, én róla tudom elképzelni, hogy a legmozgékonyabb, a legaktívabb vagy a színpadon, és most az internet ugye fölrobbant attól a videótól, amin az egyik rockstárt a nézők ugye tartják a vállukon áll, és elkap egy repülősört, amiben belekortyol neked. Mi volt az eddig ilyen legextrémebb megmozdulásod a színpadon, ha nem is hasonló? De. Hát megmondom őszintén, még egyszer sem mertem leugrani színpadról, pedig nagyon kipróbálnám a stage divingot, biztos, hogy nagyon vicces. Én a Gergőből kinézem ezt. Fogadjunk, te megugrottál le. Simán leugrottam, csak nem kaptak el. Elég szomorú. Ez nem egy happy end azért. Na de hát ugye milyen lelkes rajongók, hogy például tartják úgy az énekest, hogy áll a vállukon. Tibi, néha túl lelkesek gondolom azért a rajongók. Milyenek a hölgyek? Néha igen. De én nagyon szeretem ezeket a helyzeteket. Nyilvánvalóan minden városban, vagy minden helyen, ahol elmegyünk fellépni, ott ezeket tudni kell kezelni, ezeket a helyzeteket, mert az a fajta szeretet, amit kapunk ilyenkor, az néha kicsit átfordul egy olyan dologba, ami mondjuk esetleg már így hirtelen így furcsának tűnhet, de én nagyon jól el vagyok ezekkel a helyzetekkel, és nagyon komoly atrocitás még nem ért ebben kapcsolatban. Jól kezeljük szerintem. Mindig az úton megyek előre, így lettem végül én az emlékek őre, emlékek őre, az emlékek őre. Nagyon érdekes, hullámzóan működünk egyébként, de együtt valahogy, vagy mindannyian fenn vagyunk, és akkor beszélgetünk, és akkor nevetgélünk, volt, hogy énekeltünk, gitár előkerült, hisszük a vat energiaitalt, és... És tele vagyunk energiával. Csodálatos, csodálatos. És hát egymás társaságot vagy alszunk. Eltöltöttek. Jó, igen. Jó. Vagy bekuckózunk, és mindenki el van a maga gondolataiban, is alszik. Uh-huh. Tehát akkor óriási nagy snapspartikat gazdálkodj okosat meg. Tegnap kártyáztunk. 21. Ki a 21 sztár közöttetek? Én voltam meg az Adrián. Na, tessék. Adrián az, aki mindig kísért titeket. Igen, ő jön velünk, ő kísér minket. Nagyon nehéz, ha kell mondom, hogy biztosan te is megértsd. Egyszerű szó ez, de nagyon nehéz, ha kell mondom, hogy biztosan te is megértsd. A nagy pillanatból egyébként elevenenél még bennetek, amikor megnyertétek a versenyt? Hát ugye Dóri, te gyakorlatilag az ugrálást abban nem hagytad, hogyha visszaemlékezünk azokra a képekre. Igen, az abszolút még a mai napig is. Szerintem nincs olyan nap, hogy ez ne jutna eszembe. Vagy hogy így ne játszanám végig az egész történetet. Arra nagyon emlékszem, hogy nem tudtam magamról levenni a magas sarkút, hogy tudjak ugrálni rendesen, és Geszti Péterbe így támaszkodtam, hogy segítsem el levenni. De, hát, Gergő, te viszont ugye neked is ugye énekelni kellett, és azért nem könnyű feladat ilyenkor ugye a dalt előadni, tehát ezek olyan pillanatok, amiket gondolom sose felejt el az ember. Hát ezt nem lehet. Hát nekem mondhatom, hogy életem egyik legnagyobb élménye és érzése volt az a pillanat, amikor Ördög Nóri ordította a nevemet, hogy én nyertem meg a versenyt. És hát ott én magamon kívüli állapotba kerültem, szóval én ott valami más dimenzióban voltam. És azóta is, amikor énekelem azt a dalt, a Törj ki a csendből című dalomat, akkor mindig eszembe jut, és mindig az érzés van bennem. Úgyhogy szerintem még majd, amikor 70 éves leszek, én akkor is elpityergem magam ezen. A színpadon érjen ezért ez a pillanat. Igen, biztos, hogy ott fog. Hát nagyon köszönjük, hogy ilyen korán felkeltetek értünk, ugye elég korán volt. Nagyon korán volt, nagyon, volt nagyon korán. Korábban is, volt ennél már korábban is. Hát törjetek ki a csendből az országos turnét ugye folytatva, és nagyon szépen köszönjük nektek, hogy eljöttetek hozzánk. Mi is nagyon köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Hello, sziasztok.